A könyvtárban a kölcsönzések mellett folyamatos a könyvárusítás is. Mindig van kitéve 2-3 polcnyi kötet, amit néhány száz forintért elvihetnek az érdeklődők, mondta a könyvtár igazgatója. A könyvásár azt jelenti, hogy nagyobb mennyiségű könyvet helyezünk ki egyszerre, de az ár az nagyjából ugyanezt jelenti majd, tehát többnyire 100-200 forintért, illetve 500 forintért. A könyvvásár január 19-én és január 26-án lesz a könyvtárban. A megvásárolt könyvek összegéből az intézmény működését, valamint az új könyvek beszerzését támogatják a vásárlók. A könyvek nem azért olcsók, mert rongáltak vagy sérültek, mindössze arról van szó, hogy a könyvtár állományában már nincs rájuk szükség, és így szeretnének helyet felszabadítani az új könyvek számára, hangsúlyozta Kapda Bóladik Lívia, aki az olvasói szokásokról is beszélt. Mindenféle híresztelések és vélelmezések ellenére az olvasói kedv az egyáltalán nem csökkent. Az viszont tény, hogy az olvasói szokások, az olvasási szokások, azok megváltoztak, és ezzel egyidejűleg természetesen az olvasmányok is megváltoztak. Mi igyekszünk ehhez alkalmazkodni, ezekhez a megváltozott olvasási szokásokhoz, és azokat a műveket megrendelni elsősorban, amelyekre szívesen kapnak rá az olvasók, tehát amiért bejönnek a könyvtárba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon népszerű a modern, magyar szép próza, valamint a gyerekirodalom és a lektűröket is kedvelik az olvasók. Ami pedig a tagok létszámát illeti, évről évre egyre többen váltanak olvasójegyet. A szakirodalom olvasása egy kicsit visszaesett, ami talán annak köszönhető, hogy az interneten sok mindent megtalálnak az olvasók, de ami érdekesség, hogy az úti könyvek népszerűsége továbbra is töretlen.